PWM, Pulse Width Modulation, impulzus szélesség moduláció. Sokat hallhattátok már ezt tőlem is, ezt a kifejezést, de mi is az a PWM eleve? Mi is az az impulzus? A pulzust azt mindenki tudja, fogdossuk a kezünket, igen, amíg üt, addig jó, mert ha már nem üt, akkor már nem jó. De maga, mi az impulzus szó? Hát az impulzus szó maga, az egy főnév, alapvetően cselekvésre késztető erő, egy tett változás megtételére rávevő hirtelen hatás, erős hatás, külső vagy belső késztetés. Nos, ez a fizikában lendület, egy test mozgását okozó energia, amit úgy számítunk ki, hogy a testre ható erőt megszorozzuk az erő hatásának időtartamával, megint csak van időtartama, figyeltek. Az impulzus egy vektor mennyiség alapvetően, mely irányjal rendelkezik, impulzusoknak összeg állandó zárt fizikai rendszerben, teljesen mindegy, nem a fizikát fogjuk most elővenni, mert hogy nekünk van olyanunk, hogy bizony, a műszaki és villamosság terén az impulzus energialökés, az energia rövid ideig tartó, lökésszerű, rendszerint ismétlődő jelentkezése, amely egy berendezésben működtet egy részt, illetve jelzést ad. Tehát most a lényeg ezen a két tényezőn van, hogy impulzus, tehát azaz, hogy lökésszerű, tehát hirtelen fellépő jel, ha azt nézzük az elektronikában, és általában ismétlődő jelről van szó. Tehát ha én most csapdosom az asztalt, vagy akár egy dobot ütök, az alapvetően egy impulzust is adhat akár. Egyébként az elektromos dobok pont így működnek, mert amikor leütjük ott azt az érzékelő felületet, amit ütünk, az bizony egy trigger jelet, ezt a triggert is hallottátok már tőlem a modulára kapcsolatban, egy trigger jelet ad, ami igazából egy impulzus, maga a trigger jel is egy impulzus, egy rövid idejű impulzus, és igazából amíg ütöm, addig van és ismételve egy ütemet fogok meghatározni, egy ritmust, tehát egy folyamatos impulzust fogok adni a gép felé. Itt most nekünk egy feszültségünk lesz, és egy eltelt T időnk, és az impulzus miből is áll? Ugye egy hirtelen feszültség lökésről van szó, a nullából hirtelen felugrik általában maximális tápfeszültségnyire egy kimeneti jelszint, majd valameddig tartja, majd hirtelen megszűnik, és közben telik az idő, megyünk arrébb. És ha egy ugyanilyen jelet kicsivel később megint csak kapunk, akkor megint lesz egy ilyen impulzusunk. Ez, ha egy nagyon vékony impulzusocska, egy ilyen, hogy éppen csak látszik, azt hívjuk egyébként tűimpulzusnak. Na most milyen van az impulzusunknak? Legyen ez most egy hosszabb impulzus, itt elindul, telik az idő, tartja magát, majd abba hagyja. És ha már ismétlődik, itt majd kezdődjön el újra, és megint ugyanez a jel majd le fog futni, de majd később, ezt most itt nem érdekel minket, hogy meddig tart. Itt az impulzusnak mindenét felfedezhetjük, igazából az impulzusnak van egy ismétlődési ideje. Ez az első impulzus kiugrásának a következő impulzus kiugrásáig tartó ideje. Ez a teljes T időnk egyébként, azt hiszem nagy T-vel kell jelölni, de bár ebben nem vagyok biztos. Azt hiszem nagy T. És bizony, ezt láthatjátok, hogy fel lehet osztani egy olyanra, ahol ki van ugorva az impulzus. Ez, hogyha most ez a feszültség egy áramot indít meg egy fogyasztón, itt a fogyasztó például, ha az egy izzó, ezen a szakaszon ő világít. Tehát, ha itt kiugrik, a feszültség fölmegy, izzó világít, majd abba hagyja a világítást, és szünet van, itt csend van, nem világít az izzó, majd itt megint felugrana, és itt megint világítana, ha folytatnánk a T időben történő vizsgálatát az impulzusunknak. Most ez is egy impulzus, akármennyire most ez lehet egy ilyen vékonyka impulzus is, egyébként csak én kiterítettem, tehát most széthúztam, hogy jó nagynak látszon, tehát ez az impulzus lehet akár egy 1/10 másodperces impulzus is, csak én jó, széthúztam, hogy lássátok. Na most ennek a T időnek van két szakasza. Van ez a szakasza, amikor szünet van, meg van ez a szakasza, amikor nincs szünet, hanem ugye világít a
izzónk, ő a T1, aztán ezt kicsivel kell, bár nem vagyok benne biztos, meg van egy T2-nk, lehet látni, hogy az ismétlődési ideig eltelt idő az a T1 plusz a T2-nek az összege. Na most az lesz a teljes T, lehet, hogy az nem tudom, hogy nagy T, de hát most mit érdekel engem, én nagy T-vel írom, kész idő. Szóval egy impulzus időnk az ettől eddig tart, és az impulzus időn belül van nekünk két szakaszunk, és ezt hívják kitöltési tényezőnek, képzeljétek el, hogy mennyit tölt ki ebből a szakaszból, innen minden más le is törölhetek, ha akarok, hogy ne zavarjon minket. Tehát ebből az ismét következő impulzus kezdetéig az aktív időszak és a szünet időszaka mennyit tölt ki? Innentől idáig. Ha most ezt jól megnézzük, akár itt lenne a váltás pontja, akkor 50%-os kitöltése lenne, mert 50%-a a teljes ismétlődés időnek, 50%-a lenne aktív, és 50%-a lenne, mondhatni, passzív, tehát pihentetős. Most szépen ide is behúzhatom a T1-nek a végét, idáig fog érni akkor a T2, és akkor azt mondom, hogy ez a teljes ciklusnak ez az 50%-a, és ez is az 50%-a, tehát 50%-os kitöltéssel rendelkezik ez a jel. Tehát a következő ismétlődési időhöz képest ő a felét használja. Csak 50%-ában aktív, mondom, hogyha ez most egy izzóra kapcsoljuk ezt a feszültséget, tehát most ezt a jelet mi egy tranzisztoron látjuk, egy PNP tranzisztoron például, itt a kollektorán, itt legyen a pozitív plusz UT, ez meg legyen az izzónk, és menjen le testre, és akkor a lámpásunk, ugye itt nézzük, ezen a ponton nézzük ezt a jelet, egy oszcilloszkóppal, akkor amikor nyitva van a tranzisztor, akkor az fölrántja ugye pozitív tápfeszültségre az izzót, és az izzón ez a jel jelenik meg, és az izzó világít. Tehát itt végig világít az izzó, majd itt elengedi, leesik nullára az izzónak a másik vége is, mert elengedett a tranzisztor, és nem lesz rajta feszültség, szünet van. Na most ezt hívják, mondom, kitöltési tényezőnek, ezt lehet általában változtatgatni, és amikor ezt változtatjuk, mindennek a változása, változtatása, azt modulációnak hívják, innen lesz ő majd a moduláció az impulzusunknak, mert ez maga az impulzus, mondom, ez nem muszáj ilyen nagynak látszani, ez ilyen vékonyka impulzus is lehet, csak mondom, én kiterítettem. Tehát ez az impulzusnak a szélességét, ha változtatjuk bármelyik irányba, már létre is jött az impulzus szélesség moduláció. Mellesleg hozzátenném a ladaszamara javítós, távirányítós ladaszamara javítós videóban is volt már szó a PWM-ről. Most rajzoltam nektek háromféle kitöltési tényezőt, ez ugyanolyan frekvenciájú jel, egy 25%-os, egy 50% és egy 75%-os, és onnan lehet látni, hogy ugyanolyan frekvenciájú, hogy ugyanazok a mozzanatok mindig ugyanakkor történnek. Itt például a felfutó élek, itt vannak, és az a következőnek a felfutója, de a lefutó mindig változik. Szóval a felfutó élek, azok mindig, az impulzus kezdete mindig ugyanakkor történik. Most azért is rajzolom meg, mindegyiknél, mindig, ja. Mindig itt kezdődik az impulzusunk. Az, hogy a következő impulzusig mikor fogy el a jelenlegi impulzusunk, az már más kérdés. Ezt fogja meghatározni, ugye, az, hogy hány százalékos a kitöltés. Itt lehet látni, hogy az impulzusonként ismétlődve itt ennyit használunk ebből az időből, itt már a felét használjuk, és itt meg majdnem az összeset, majdnem az egész idő alatt használjuk a aktív kimenetünket. Na most itt alig világít az izzó, itt félfényerővel világít az izzó, itt meg majdnem teljes fényerővel világít az izzó. Mint láthatjátok, itt kicsi az impulzus idő, majd sok a szünet, megint kicsi az impulzus idő, megint sok a szünet, megint kicsi az impulzus idő, és megint sok a szünet, míg itt ugyanannyi az impulzus idő, mint a szünet, itt pedig ugye nagyon sokáig világítunk, és éppen csak egy picit ki van kapcsolva az izzó, majd megint világít, lehet látni, hogy ugye így használjuk ki az impulzusnak a szélességét, és már is moduláltam, és gyönyörűen látszik, hogy az 50%-os kitöltésű négyszögjel az igazából egy gyönyörű, szép, szabályos négyszögjelet kaptam. Ő egy 50-50%-ban felosztott. Igazából itt még nem modulálok, ha egy ilyen négyszögjelet látunk például
elektronikus áramkör kimenetén az igazából egy 50%-os kitöltésű négyszögjel. Az, hogy őt most PWM-mel szabályozzuk, vagy nem, az már más kérdés, de a PWM-mel is tudjuk ezt állítani, hogy ő most csak 50%-os legyen, vagy kevesebb, vagy több a kitöltése. Úgyhogy a kitöltési tényező eme módon tud alakulni, ezt mindjárt meg is mutatom majd nektek élőben. Igen, csak nektek készítettem egy mechanikus PWM, azaz, hogy impulzus szélesség modulátort. Ez egy full, hát deszka modellje, egy PWM generátornak mechanikus megoldásban. Így fog ez majd forogni nekünk, ez a villanymotor, áttételes villanymotor fogja forgatni ezt a hengert. És ezen a hengeren, mint láthatjátok, alumínium bevonat van. Az alumínium bevonatnak itt a szélén körkörösen végig teljes felületen érintkezik ez a kis érintkezőcske. Ez ugyanúgy alumíniumból egy ilyen seprűs érintkező, ha azt nézzük. És lehet látni, hogy a másik a teljes felülethez képest mindig innen indul, és ahogy megyünk körbe, egy szép háromszög mentén, mert hogy ez az alumínium bevonat, ez egy háromszöget alkot. Ha azt nézzük, és lehet látni, hogy ha itt hagyom ezt az érintkezőt, mert ez csúsztatható. Ha ezt az érintkezőt itt hagyom, akkor lehet látni, hogy itt kezd el érintkezni, majd azonnal abba is hagyja. Teljesen körbeforog, itt végig nem érintkezik, mert itt papír van. Papír, majd megint előről kezdi az érintkezést, és megint csak egy rövid ideig érintkezett. Míg ha elrébb hozom, már lehet látni, hogy amikor ugyanott elkezdi majd az érintkezést, mint az előbb, akkor már sokkal hosszabb szakaszon érintkezik, majd megint szünet van, megint nem fog megint érintkezni. Ha viszont bemozgatjuk középre, mert lehet látni, hogy ennek a szakasznak, ugye, ahol nem körkörösen van még a fólia, ez a közepe, bemozgatom középre, akkor itt indul ugyanúgy, és a henger feléig, itt van kb., ha én ezt átforgatom ide, itt van vele szembe, henger feléig van érintkező felület, és a henger felétől már szünet lesz, mert a papír nem vezeti az áramot, és ha egészen idáig elhúzom, akkor itt lesz az, hogy végig érintkezik, és csak egy icipici ezen a kis szakaszon nem fog érintkezni, és ez lesz a maximuma, vagy ha teljesen ide behúzom, akkor végig ugyanúgy érintkezik ezzel, de így a kis csúszkámmal, a kis változtatható érintkezőmmel én tudom azt szabályozni ezzel, hogy melyik szakaszon vagyok, hogy mennyi érintkezzen és mennyi nem a körkörös felületből. Ezt fogom nektek most megmutatni, ugyanis ezzel nagyon jó kis PWM-et lehet előállítani, és ezt a motort mivel fogom meghajtani? Hát a szép új változtatható tápegységemmel. Egy frissen impulzus töltött 12 voltos olomakkumulátor, egy kis 21 watt per 5 wattos izzó, bekötve 35 voltos tartományba a szabályozható tápegységem, és lehet is látni, hogy a, hát most a pozitív lesz itt a feketén, mert majd a szkóppal is meg akarom mutatni, hogy mit látunk, de a lényeg az, hogy az egyik vége az akkumulátornak ide jön, a másik vége innen megy tovább az izzón keresztül, és vissza is ment az akkumulátorhoz, magyarul ha itt érintkezni fog a két felületünk, akkor világít az izzó, és mutatom is, hogy forgatom körbe, most papíron van, most fog odaérni a kezdeti ponthoz, és már világít is az izzó, és tovább tekerem, és már abba is hagyta a többszöri odaérést. Nézzétek el, nekem ez a seprűs érintkező alumínium lemezből ez nem a legtökéletesebb, de majd forgás közben nagyon jó lesz. Érintkezik és abba hagyja, tehát ilyen rövid ideig világít az izzó, és ha én elkezdem tekerni föl a feszültséget a motoron, az elkezd majd mindjárt tekerni. Lehet látni, hogy fel-fel villan az izzó azon a szakaszon. Megpróbálom lejjebb venni a fordulatot, hát ha sikerül, így van. Csak azon a szakaszon világít az izzó, és lehet is látni innentől kezdve, hogy az izzó meddig világít és meddig van a szünet. Ilyen sebességnél is, bár most egy kicsit szabálytalan a sebessége, mert nem annyira központos a tengelye az egésznek, pedig erről csapágyazva lett ez a kis masina, amit összedobtam ezért a
kis tesztért, de lehet látni, hogy ott annyi ideig világítés, ahogy jövök elrébb, annál több ideig világít a szünethez képest. Ha behozom felesbe, fele ideig világít, fele ideig nem. Ez most egy tök jó indexet kaptunk, és ahogy megyek arrébb, hát igen, ott egy kicsit a felülete. Na most úgy kisimult. Sokáig világít, és kevés a szünet. Még idáig teljesen eljöve, világít, világít, és egy pici szünet van. Látjátok, csak egy pillanatra hagyja abba? Ez lesz a majdnem maximuma a PWM-ünknek, és mindez, ez a jó az egészbe, hogyha én felpörgetem ezt a motort, mindez a felvillanás és az izzó fényereje, most még lehet látni persze, hogy mekkora erő van benne, de fordulatszám független lesz nagyjából onnantól, hogy persze nem a lassú üzemet vesszük alapul, de innentől már, nézzétek az izzó fényerejét, már amennyire látszik, inkább elrébb hozom, ahol kicsit jobban látszik. Én már növelhetem, nagyon nem változik a fényereje, mert nem frekvencia függő, a PWM-ben rejlő energia, csökken a fényerő, és nő a fényerő. A vibrálás sajnos a fordulatszám miatt van, de itt például már alig látszik, hogy vibrálna. 50%-osban még éppen lehet látni. Most kap egyébként 25 voltot a motorunk. Kaptam egy kis áramot rá, hogy szóljon. És gyönyörűen lehet szabályozni a fényerejét az izzónak, azzal, hogy jobbra-balra tologatom az érintkezőmet a mechanikus PWM generátoron. Nézzük meg a szkóppal, hogy mit mutat. Nem lesz gyönyörű jele, mert azért ez a sok kis érintkező majd ilyen kis szikrácskákat is hoz a dologba. De megnézzük azért, mit mutat. Nos, hát nézzük meg, ha jól felpörgetem. Ott nézzétek a jelet, mondom, kicsit firmákos, mert sajnos nem úgy érintkezik, de ha neki nyomom, akkor már szebb lesz a jel, ott a szép négyszögjelünk. És lehet látni, hogy hát nem is 50-50%-os, de kicsit arrébb húzom. Nem, akkor erre. Itt talán 50-50%-os kitöltésre dolgozik, és ahogy megyünk elfele, egyre kisebb. Nézzétek, hogy megy ezt a jel, frekvenciája nem változik. Frekvencia mindig ugyanannyi, az ismétlődési idők mindig ugyanott vannak. Ez a legkisebb most esetünkben, a legkisebb PWM-e, mennyit tudok. És ha megyek befele, akkor szépen szélesedik az a négyszög, amíg el nem éri, én neki kell nyomjam, mert csúnya lesz, amíg el nem éri a maximumot, amikor már teljesen szinte csak a pozitív tartományban van, és az izzó is világít, lehet látni szépen. Ha meg csúcs, teljesen odahúzom, akkor teljesen felugrott a tápra. Az izzó is világít, remélem nem gyújt ki semmit. És jövök vissza, megint csak ott vagyunk, hogy egy ilyen szép, na jó, ha neki nyomom, szép jelünk van. És jövök elrébb, ott a négyszögem. Jövök itt, csinálok mindjárt egy 50%-os, az kb. Hát ez mindig nem az, itt lehet kb. Az 50%-unk, aha, egy fele-fele négyszöget kaptam, és ebből ugye már csak kisebbet lehet művelni, ha még elrébb hozom, és ez a legkisebb kitöltésem, az izzó szinte nem is világít, ott van nagyon gyeszorán világít, itt nekem, ha neki nyomtam, tehát ilyen pici jelnél nem is világít az izzó, de ha én feltolom, akkor bizony, az izzónk elkezd rendesen világítani. És mit rakhatok még rá fogyasztónak? Hát motor. És hogy miért? Mert bizony PWM-mel szabályozni olyan eszközöket lehet és olyan eszközöket érdemes,
aminek van tehetetlensége. Az izzónak, mert hogyha egy ledet akarnánk így most PWM szabályozni egy adott frekvencián, ugyanúgy villogást látnánk, látnánk, hogy villog. Míg egy izzónál az izzószálnak van egy hőtehetetlensége, ugye az izzószál felézik, majd amikor elveszik tőle az energiát, szépen lassan, hát attól függ, mekkora tömege az izzószálnak, szépen lassan kihűl. De mindenképpen egy villogásnál, egy adott frekvencia fölött, egyébként 16 Hz fölött látjuk folyamatosnak a villogást, már ő folyamatos izzásnak fog látszani. Tehát minimum 16 Hz-et kell elérni, ez nem volt szerintem egyébként annyi, azért láttuk villogni. Ha 16 Hz fölé tudtam volna forgatni ezt a valamit, hát ahhoz azért adni kéne neki energiát, a 24 voltos motor így is már majdnem 30-at kapott. Na most az izzónak van a hőtehetetlensége, tehát az mindig felvillan egy kicsit, és a következő impulzusig valamennyi hőt tart, valamennyi fénye van még mindig, és nem fogjuk látni, hanem egy átlag fényt fogunk látni rajta. Minek van még tehetetlensége? Hát a villanymotornak már, mint abban az esetben, amikor megindul, akkor ugye a forgó résznek van egy lendülete, és ezáltal van neki a lendületéből adódóan egy tehetetlensége. Őt nem olyan egyszerű leállítani, mondhatni, mert hogy neki van egy lendülete. Na most ezt a motort mi meg fogjuk mindjárt ugyaninnen forgatni. A kis akkumulátorom csak elviseli. Egy francia kulcssal, igen, jól látjátok, stabilizálva, hogy ne forduljon el, ne menjen sem erre. Na most, ha én ugyanide rábigyeztem a villanymotoromat, akkor amikor én körbe forgatom az érintkezőt, akkor a motor elkezd majd így forogni. Na és nézzük, mit csinál, ha én elkezdem a PWM-et adni neki, az izzón is látni fogjuk persze a dolgot. Már egy ilyen fordulatnál is lehet látni, hogy az izzón még nem is látszik a villogás, de a motort már lehet igazából kicsi mozgásokra kényszeríteni, ha az most egy hajtás lenne, ez most kicsiket fordulna, és ha ezek az impulzusok ennél is rövidebbek lennének, és sűrűbben jönnének, akkor még apróbb mozgásokra rá lehetne kényszeríteni ezt a motort. Most én ilyen, ahogy nézem, egy egyharmad fordulatot vagyok képes, meg tudom lejjebb venni a PWM-emet, hát akkor is olyan egyharmad fordulatot tudok ezen a fordulat számon vele elérni. Na nézzük meg, elkezdem növelni, na már jobbak vagyunk, mentem föl a frekvenciába, és nézzétek, csak majdnem léptető motor lett belőle, mert ilyen pici PWM-mel, ilyen pici kitöltéssel, ilyen rövid impulzussal, mondhatna, jó, azért nem tű impulzus, attól egy kicsit távol van, de ilyen rövid impulzussal milyen szépen lehet részletesen forgásra bírni a villanymotorunkat. És ahogy növelem a frekvenciát, annál rövidebb idejű impulzusokat kapok, de sűrűbben. Időben egyébként ugyanott van kb., de a rövidebb impulzusok kisebb mozgást, kisebb elfordulást eredményeznek a villanymotoron. Na már lassan nem is tudja lekövetni, de jók leszünk, mert megyek föl mindjárt frekvenciába, és elkezd majd megint dolgozni. Ha elkezdem tolni föl a kitöltést, és már folyamatosnak látjátok, amikor elkapja, és amikor jól dolgozik, már folyamatosnak láthatjátok, ott a jelem, tök jó, már folyamatosnak láthatjátok a mozgását, ahogy növelem a kitöltési tényezőt, az izzó is elkezdett izzani, már azt mondom, egy olyan 30%-os, már lehet, hogy van ez 25 csak, kitöltéssel a motor folyamatos forgásra bírható, és igazából ilyenkor nyomatéka is van, a behajtóban, de majd arról később, ugyanilyen villanymotor van, és ahogy növelem a kitöltési tényezőt, a villanymotorom annál jobban forog, az izzóm annál jobban világít, és elérem vele lassan azt a fordulatszámot, amit tudna maximumon, már itt nagyon forog. Csak nem halljátok, mert ez jobban zajosabb, mint az. De most egy villanymotorral hajtott mechanikus PWM-mel szabályozok egy villanymotort, egy villanymotor fordulatszámát. Egyébként, ha ezen egy lendkerék lenne, vagy egy olyan hajtás, aminek lendülete van, természetesen ezt nagyon lassú állandó forgásra is rá lehetne kényszeríteni, de így is elég jók vagyunk. Ha azt nézzük, nézzétek meg, gyönyörűen forog. Megyek le a feszültségbe, csökkentem a frekvenciát,
van az a frekvencia, ahol már nem úgy dolgozik, nem mindegy természetesen a PWM-nek a frekvenciája. Nem ilyen alacsony frekvenciájú PWM-ekkel szoktak dolgozni a igazi PWM szabályzók. De ez van, amikor a behajtónkat ugye csak nyünnyög és alig akar elindulni. Pont ez történik ott is. Mert hogy az otthonunkban a kézi fúró csavarozó az, amiben leghamarabb találkozhatunk PWM-mel. Ez is csak nyünnyög az elején, aztán el tud indulni, de egyébként ilyenkor még lefogható. Na, mindjárt megmutatom. Na, itt a elektromechanikus PWM. Annál erősebb, annál nagyobb a fordulata, annál több energiát, annál nagyobb teljesítményt lögdössünk bele a motorba, mert ilyenkor is lögdössük bele a teljesítményt, csak ilyen rövid ideig. Ilyen pici teljesítményecskéket lögdössünk a motorba, és erre képes ennyi idő alatt mondhatni, de minél többet adunk neki, annál nagyobbat mozdul, annál nagyobb teljesítménnyel tud dolgozni, és annál több munkát végez. A munkavégzés az izzon gyönyörűen látszik, mert szépen világít. Jó, ezt most le is állítom, és ezt most kikapcsoljuk, és megpróbáljuk olyan helyen megállítani, ahol nem világít, és akkor itt a, most itt egy kis Black & Decker reklám, de itt a behajtónk. Halljátok a sípolást? Itt volt az a fordulat, ott az a frekvencia, és az a kitöltés, aminél még éppen nem tud elindulni a motor. Ha én meglököm, el tud? Itt már megy a PWM, csak nem bír elindulni. Nem bírja a mechanikát megmozdítani. Ha rásegítek, persze elindul. Meg ha adok neki többet, akkor egyértelműen ugyanazt csinálj, mint az. Csak hallhattátok, nem néhányszor 10 hercen dolgozik, mint esetemben itt most a villanymotorra, amit eresztettem. Nem is tudom, milyen frekvencia. Meg is hallgathatnánk akár hangszórót, mindjárt lehet sorba kötök vele, és meghallgathatjuk ennek a hangját, de ez néhányszor 10 herc, és nem ilyen frekvencián kell azért PWM-et szabályozni, több kilohercen érdemes elindulni, és akár a több száz kilohercig el lehet jutni vele. Motort lekötöttem, helyette a Logitech hangszórómat előkapartam, és betettem sorba az izzóval, és majd látni is fog, hogy majd amikor világít az izzó, hangszórót kinyomja. Most ezt sokáig persze nem csináljuk, csak ha már oda tekerek neki. Ha ilyen frekvencián dolgozik, 1000 watt. Na, egy ilyen fordulaton, ilyen frekvenciával megy most a PWM-ünk. Hangszorot egyre jobban nyomja kifele, ahogy állandósul a feszültség az izzón. És a frekvenciája nem változik, ugye? Hallatszik is, hogy ez ugyanaz a frekvencia, más hangmagassága, mert vékonyabbak az impulzusok. Később még egyébként ez elő fog kerülni, ez a hangszóró, és ugyancsak a PWM-mel kapcsolatban. Nos, a mechanikus PWM-mel nem tudom milyen frekvencia, ez egy olyan, lehet, hogy 10 Hz lehet. Az nem tudja sajnos megmérni a sok kis füske miatt, úgyhogy azt most hagyjuk, de alapvetően, mivel hogy még látszik az izzón a villogás, 16 alatt van egyértelmű. Ajaj, na. Szóval, mint említettem, hol találkozhatunk otthon a háztartásban leghamarabb PWM szabályzóval, hát a csavarbehajtóba. Ezek ugye ilyen 9,6-tól 20-24 voltig terjedő üzemi feszültségről mennek, és van bennük bizony egy ilyen kis eszköz, ebben most csináltam egy kis deszka modellt, egy ilyen kis feszültségszabályzó feszültség, PWM
szabályzó, nem feszültségszabályzó. PV, miért nem feszültségszabályzó? Mert a feszültség ott van azonnal, tehát azt nem szabályozza. A feszültségnek az időtartamát, a feszültség ott létének, meglétének az időtartamát változtatjuk, a feszültsége mindig ott van. Nos, egy ilyen nem feszültség az az, hogy impulzus szélesség modulátor, a kis teljesítmény sebesség szabályzója egy ilyen behajtónak. Lehet is látni, hogy miből áll. Hát ez a kis nyomkodó, ez belül egy kis panelon, egy kis elektronikán, egy tolópotméternek látszó kis pályán mozgat ugyanúgy egy érintkezőt, és azzal belül az elektronikán a kis impulzus szélességet álligatja, és itt van ezen a kis hűtőbordán egy MOSFET, és az a MOSFET kapcsolgatja a pluszon lévő motort testre egyébként, és akkor itt az akkumulátor csatlakozója. Én ide rá is fogok most csatlakozni a szép új tápomból a 15,2 volt, mert megy a fűtés hátul, 15,2 voltommal rá fogok csatlakozni. Egyébként minden ilyen kis szabályzóra rá van írva, hogy hány voltól hány voltig működik, de vigyázzunk vele, mert úgy van belül megalkotva, hogy például a 24 voltosnál az azért nem egy kisebb feszültségről, mert akkor előtér ellenálláson belül az IC-nek, hogy az is ilyen kb. 12-3 voltról működjön, hogy a 24 volt kell hozzá, és azért, hogy azért menjen 10-12 volttól az IC, mert akkor a nyitójel kell a FET-nek, hogy rendesen kinyisson. Most ez a kis szabályzó ugye kap tőlem 15 egész, most 7 tized voltot, az bőven elég neki. Itt a kis tesztizzónk az előzőből, és ide rá fogom szépen kapcsolni a kimenetre, mert hogy ez a tápbemenetünk, itt volt az aksi gyárilag, és itt a kimenet, ez ment a motorra. Mellesleg ennek lehet irányt is állítani, mert itt van a irányváltója, akkor megfordítja a polaritást, de most az izzónak teljesen mindegy, és ahogy nyomom a gombot szépen, hát persze, hogy sokkal szebben szabályozom, mert hát ez sokkal magasabb frekvencián dolgozik, mint az a néhányszor 10 Hz-es mechanikus PWM-em. Nézzétek, hogy szépen a gomb nyomással arányosan tudom szabályozni az izzónak a fényerejét és a csomagát. Jó, ez van, ha izzó van rajta, de köthetek én rá akár, ha nem is azt a nagy motort, de itt van ilyen kis áttételes kis motorom. Jó, ezt a pluszra, ezt a minuszra, és akkor itt lehet majd látni, hogy forog. Ha én elkezdem tolni, akkor itt ugye ez egy csiga áttétel, itt egy lassító áttétel, itt egy csiga hajtás, és ott egy fogaskerék rajta jelölésre, ha óvatosan megnyomom, akkor elindul, szép lassan elkezdett, ide közelebb tudom hozni, forogni, és ahogy nyomom neki, úgy gyorsul. És most balra forog ugye, ha én átváltom, akkor pedig jobbra forog, simán csak megfordítja egyébként a kimeneti polaritást, ez egy váltókapcsoló rajta. És gyönyörűen lehet szabályozni a sebességét és az erejét is egy adott nyomás után, tehát itt még le tudom fogni. Itt le tudom fogni, de elengedem, akkor forog, de itt még le tudom fogni, nincs akkor a nyomaték a motornak, de ha oda tépek neki, akkor kitépi az ujjamból. Tehát akkor hiába nyomom, a csigahajtás eleve erős, akkor mondom, ezt még le lehet fogni, de ha én oda tapasok neki, így, akkor elmarja az ujjamtól azt a fogaskereket. Szóval ennyit csinál a PWM. Nézzük meg a szkópon, milyen a jele. Kicsit közelebb hoztam az eszközt, motorra párzamosan a szkópot ráraktam, és a nyomom és 50% esélyem majd felfele megy a jel. Hát már ugye az előző néhány hercest, amin meg tudtuk jeleníteni, az ehhez karcsú egyértelmű, mert jóval magasabb frekvencián van, hogy csavargathatom felfele a időalapot. Hű, de ronda jelez. Hello, hova mászol? Lehet, hogy az izzót kéne rárakni, hogy ne legyen ilyen csúnya jele. Lehet, hogy átrakom az izzóra, ne a motort hajtsa. Az csak egy induktív fogyasztó. Sokkal szebb jelet kapunk egy egyszerű rezisztív ellenállás jellegű fogyasztóval, mint ez a lámpás. Nézzük, és elrontottam, meg kell fordítani, így, és már ott is lesz a jel, és nézzétek, csak kezdődik ilyen vékonyka, hát impulzusnak is csúnya, de ja, az.
egy ilyen tüskével, ez a legkisebb, amit ki tudok belőle csikarni, ahogy nyomom le a gombot, ugye elrébb is hozom, hogy lássátok, ez a minimuma. Ez a ki tudja hány százalékos, hát ha ezt megnyomom, akkor megmondja nekem, hogy ez most egy tuti cic, lehet olyan 89 százalék, akkor a túlvégit méri, tehát ilyen 10 százalékát látjuk. 10 százalékos kitöltéssel vagyunk, mert most a nagyot számolta. 10 százalékos kitöltéssel vagyunk, és ahogy nyomom beljebb a gombot, szépen nő, szélesedik, és itt már tök jó négyszöge van, tök szép. És ér össze a másik végével, itt meg már összeért teljesen, mert van benne egy ilyen fixte kapcsolási lehetőség, és ez a maximum, hát ez se 100%. Hány százalék ez? Nézzük, tud itt 23, tehát egy 20. 20 legyen úgy, hogy 20. Tehát magyarul 80-ig megy ki, olyan 10%-tól 80%-ig, ez a csúnya tüskécske, ez 10% és a maximum, ami még nem a rövidre zárt állapot, mert ebben a kapcsolóban van egy ilyen végállás kapcsoló, amikor teljesen megnyomjuk, akkor rövidre zárja a fetet, és fixen kijut a teljes delej a izzóra. Nézzétek meg, itt lehet látni, hogy a szabályzottból hirtelen nagy fényerő lesz, az már ott ugye nemhogy 100%-ig felmegy a PWM-ünk, hanem 80-ról ugrik csumára, és ott a felső csíkban megmarad majd a DC. Puff, felugrik, na, ott van, kész, felugrott. Tehát egy olyan 80%-ig lehet feltolni. Itt na, akár egyet is meg tudunk nézni, vagy nem, mert ahhoz el kéne rakjam, de ha már itt látunk hármat, akkor ott a közepétől indul, ugye? Tehát nem bal oldalról, és szépen egy minimálisat lehet látni, hogy azért változik a frekvencia is ezeknél a szabályzóknál, mert a következő impulzus itt még itt van, aztán idáig kiugrik, majd egy kicsit visszább jön, és kb. Itt marad meg. De innen már állandó, ha azt nézik. Itt jön vissza. A csuma gáznál 80%-nál egy kicsit visszább jött. Amúgy idáig visszamegy, és kész megint csak erőről. Tehát egy minimálisat változik a frekvenciája közben. Ez persze nem természetes, van amelyiknek nem változik, de egyenlően lehet látni rajta, ahogy a potméterem, azaz, hogy a elsütő billentyűm egyre beljebb nyomásával én gyönyörűen tudom szélesíteni ezt a jelet. Na most szabályzom, és ha azt nézzük, én ezt így, ha nyomkodom, akkor én most modulálom, én most 1 Hz-el itt nyomkodom, akkor én 1 Hz-el modulált PWM-et alkalmazok, de eleve, ha mozgatom és változtatom, akkor az már modulációnak számít. Én most a impulzus szélességét változtatom neki. Ez itt a PWM, gyerekek, és a energia tartalma ugye ezen tégla test, vagy minek nevezzem, alatt hasznosul, ugye olyankor világít az izzó, és annyi ideig a szünetek között, annyi ideig világít az izzó, amilyen széles ez a kis impulzus, itt alig, itt meg nagyon. A lényeg az a PWM-ben, hogy ciklusonként, szabályos időközönként, adott időre valaminek adunk energiát, de teljes távfeszültségét. Tehát ezért nem feszültségszabályzás itt még. Persze lehet belőle feszültségszabályzást is csinálni, már ha csak oda visszatérek, hogy a mécseses videót, ha valaki látta, akkor ott láthatta azt is, hogy én a kis négyszög jelekből átlag feszültséget tudtam képezni. Nem kell hozzá sok minden. Bele kell tölteni valamin keresztül egy kondenzátorba, és azt sütni kell állandóan ezt a jelet. Ha csak ennyi ideig tudok betölteni egy kondenzátorba energiát, akkor egyértelmű, hogy csak valamennyi ideig tud felfutni a feszültség rajta, és mivel az ellenással folyamatosan sütöm kifele, az ott minden egyes impulzus alkalmával ugyanoda fogja visszatölteni, és tartja azt a feszültséget. Míg hogyha szélesítem, akkor ugyanannyi idő alatt magasabb feszültségre tud töltődni a kondenzátorban a betöltött jel, és ugyanannyi idő alatt, mert hogy ugyancsak szabályos időközönként megint töltögetjük, ami süti ellenállás ugyanott fogja tartani, és minél feljebb tolom, minél szélesebb ez az impulzus, annál magasabb feszültségre, annál nagyobb feszültségre tud töltődni, és így az átlag feszültség a kondenzátornak változtatható, tehát utána egy átlag képző taggal, tagokkal,
átlagképző áramkörrel, bizony ebből feszültség szintet is lehet csinálni, de alapvetően itt a feszültségszint mindig maximumon van, vagy nullán, tehát a PWM jel maga az nem feszültségszabályzott, az impulzus szélességszabályzott, nézzétek meg. Kitöltési, a kitöltési tényezőjét, tehát ugye a teljes ciklusidő alatt a aktív és a passzív szakaszt változtatjuk. Ezt megnöveljük, akkor ez csökken, visszafele ugyanígy. Ennyi a PWM, de most mutatok nektek egy szebb jelű PWM szabályzót. Kedvenc 555-ös IC-re alapuló kis PWM áramköröm, egy booster fokozattal a végén, majd a rajzot kirakom oldalra, a booster fokozat meg simán egy ellenütemű, közös emitteres, azaz, hogy emitter követős, de közös emitteres is, igen, kis booster fokozat. Nos, ennek, ha én most adok ugyancsak 15 voltot, mert azt még elviseli az 555, akkor a kimenetén izzó nélkül, most az izzót még nem rakjuk rá, izzó nélkül simán csak a szkópot, ha ráteszem, akkor a test és a kimenet között kapok egy olyan jelet. Nézzétek, még hasonló is a frekvenciája, ha azt nézzük, mint a kis behajtóé, de jóval magasabb és szebb jelszint jön belőle. Most van minimumon, tehát nekem is ezt tudja minimumon. Ez mindjárt mondom, hogy mennyi az annyi. Ez is 90%-ot mutat, tehát 10%-kal kezd az enyém is. És ki lehet csavarni. Hát csumáig, majdnem csumáig. Nem is tudom, ezt meg tudja még mutatni a szkóp. Duti, hát ott már hülyéskedik. Kiakadt, visszább tekerem. Nem tudja megmutatni, 85 fölött meghal, de lehet látni, hogy ez bizony majdnem teljesen kopik ki lehet vezérelni, az mind a szünet. Tehát az mind a szünet, egy ilyen kis tüskén maradt. Innen indul, és teljesen, hát itt a legvégére szétcsúszik, ott változik meg a frekvenciája, nekem, ha tudom is én, 80 akárhány százalék fölött, tehát idáig még tartja, egy közben van az egész. Na, ugyanazt csinálja majdnem, mint amaz. Tehát itt a nagyon minimum, meg a nagyon maximum között változik minimálisan a frekvenciát, de csak minimálisan. De itt elég jól lehet látni, hogy a 10%-tól szinte a csumáig, szinte a 100%-ig ki lehet tekerni. Itt teljes mértékben csak egy icipici tüskényi megállás van, tehát csak annyi ideig nincs a kimeneten feszültség. Itt meg lehet látni, hogy adott ennyi kis ideig van a kimeneten feszültség, és gyönyörűen potméterrel én ugye tudom álligatni, itt az 50%, itt egy majdnem szép azonos 50-50%-os kitöltésű négyszögjelet láthattok. És ugye ez meg a maximum. Na most mit tudok én kezdeni ezzel a jellel? Hát mivel, hogy 10 akárhány voltos jel, meg tudok vele hajtani egyből, egy jó kis MOSFET-et, ami alkalmas arra, hogy akár nagyobb teljesítményű fogyasztót is ráköthessek, azt nekem nem tart sem eddig bekötni, mert a GDS bekötésű, azaz Gate Drain Source lábak közül a gétre a bemenő impulzusokat, tehát ezt a jelet, amit itt most láttatok, azt kell rákössem, plusz a source-ra a testet kell rákössem, és mivel ezek pont ki vannak vezetve, itt ez a két vezeték pont így volt, az izzót ilyenkor ugye a drain körbe kell rakni, hát akkor meg így jártam. Az izzót be kell kössem itt a plusz, majd a pluszunkra rá kötöm, és ez nem kell ide, a másik végét az izzónak pedig a FET-nek a középső lábára, a drainjére kötöm, és innentől kezdve, ha a FET ki van nyitva, akkor fog világítani ugye az izzónk. Na, adjuk meg neki a 12 voltot, és már tudom is szabályozni, és ha az izzóra rárakom párzamosan a szkópot, de melyik irányba, hát az a plusz, tehát ebbe az irányba, rákötöm az izzóra, akkor látom a jelemet, ami a FET-en jelenik meg, tehát ez a FET drainjén van ez a jel, meg egyben az izzón, és világít teljes fényerővel, ez alá rakjunk valamit, mert kigyújtja az asztalt. Visszaveszem, nézzétek, átmegy szépen csumába. Tehát ki lehet hajtani teljesen maxira.
és veszem is vissza, és megy le a fényereje az izzónak. Ugyanezt csinálnám motorral, a motort kötnék rá, így lehetne szabályozgatni a fordulat számát. És ugye ilyen frekvencián, mert milyen frekvú megy ez? Most azt nem is néztük az előbb, de ti néztük, 18 kHz. Úgyhogy ilyen hallható frekvencia tartomány fölötti frekvencián, ha használjuk, akkor legalább nem zavar minket, hogy sípol ez a valami. De így is lehet azért néha ugye hallani a behajtót, mint mutattam, hogy na. Sikerül elkapjam. Majd lefogom. Lehet vele füttyögni. Tehát azért ott van az a hallhatóba, mert lejjebb megy terhelése valószínűleg. De gyönyörűen lehet, mint látjátok, ezt az 555-öt például 10%-tól majdnem a 100%, de 100%-ig, ha azt nézzük, ki lehet tekerni. Szóval ez egy nagyon jó kapcsolás, én szeretem. Nagyon minimálisat változik a frekvenciája, és mint láthatjátok, 10%-tól 100%-ig. A eredeti rajzon azt mondták, hogy 5-től 95-ig, de hát ezt tudja a század, gyerekek. Tudja a század. Úgyhogy ez az egyik legjobb kapcsolásom. És mire jó még ez a két PWM szabályzó? Mivel a dinamikus hangszóró pont azon az elven működik, mint a villanymotor, egyértelmű, hogy ha még ezt meg is fordítom, ezt a polaritást, akkor nem befele, hanem kifele fog nekünk a hangszóró mozdulni. Nézzétek! Persze halljuk a sipolást, ami nem jó dolog, de azzal majd mindjárt kezdek valamit. Amúgy nem is kellett, hogy megfordítsam a polaritást, mert simán ezt át kellett volna váltsam. Halljuk a sípolást, halljuk a frekvenciáját, na ezt kell egyébként egy hangszórót meghajtó PWM-es áramkör esetén kiszűrni. És nézzétek csak, ahogy mozgatom ezt a gombot, úgy mozog a hangszóró. Mi van, ha ezt a gombot mi nem a kezünkkel mozgatjuk, hanem bizony egy hangjellel, akkor egyértelmű, hogy lehet csinálni vele olyan áramkört, ami a zene ütemében mozgatja a hangszórót. És már készítettünk is egy kapcsoló üzemű erősítőt, egy PWM-es erősítőt, amit sajnos nagyon rosszul digitális erősítőnek neveznek, csúfolnak, nem digitális erősítő, PWM-es vagy kapcsoló üzemű erősítők ezek. És a lényegük az ugye, hogy mivel egy az egybe ezekkel a kis impulzusokkal rakják össze, mindjárt lerajzolom, hogy a kimeneti jelet, ezért a hatásfokuk nagyon jó, mert az ő végükön mindig olyan kapcsoló elemek vannak, mint a nagyon jó fajta MOSFET-ek, amik vagy nagyon jól ki vannak nyitva, vagy teljesen el vannak eresztve, magyarul le vannak zárva, és eme két végállás, véglet között ugrálnak, tehát a feten sose marad feszültség, vagy az egész rajta van persze, de nincs nyitva, és nem folyik áram, vagy teljesen ki van nyitva a FET, és olyankor folyhat, amekkora akar. Na persze csak annyi, amennyit még elbír az a FET. Innentől kezdve azzal a FET-tel mi csak kapcsoljuk a kimenetre a feszültséget, és az, hogy mennyit, milyen széles impulzusokkal azt határozza meg, az, hogy milyen jelet adok neki. Na most, mint láthatjátok, én tök jól tudom modulálni és tudom mozgatni a hangszórómat, és csináltam egy néhány herces PWM erősítőt hirtelen, persze az én kezem mozgását erősíti. Mint említettem, itt van ez a sípoló hang benne. Na azt a sípoló hangot sem kell hallgassuk feleslegesen, mert ezekre valók az LC szűrők a PWM-es áramkörök kimenetén, főleg az erősítők kimenetén, hogy azt a magas frekvenciás összetevőt kiszűrje, és bizony csak azt engedje tovább, ami nekünk kell, a DC tartalmat. És hogy ezt hogy csinálja? Hát azt a sok kis kapcsoló jel változást ő átlag képzi úgy, mint ahogy az előbb elmondtam, egy tekercsen keresztül, ami azt a magas frekvenciás jelet nem képes továbbvinni, tehát azon nagy a induktív ellenállása,
azt nem viszi át, viszont a DC tartalmat átviszi, és ebbe a kondenzátorba beletölti. Ez egy 2 mikrofarádos kondenzátor, nem sok, az ide most pont jó nekünk, és nézzétek meg, már a sipolás nincs benne a hangba. Még a fűtőkémet is kikapcsolom, itt a háttérben, és nem lesz benne a sipolás. Most mit hallunk benne? Csak a potméteremnek a kontakt hibáját. Azt a sutulást, ahogy nyomom a potit. De nincs benne a sípolás. Ha elé raknám, akkor a szűrőt, ha kihagynám, akkor benne lenne az a kapcsoló frekvencia 18 kHz körüli, amin üzemel ez a kis PWM áramkör. Na ez lesz a lelke a PWM-es erősítőknek. Csináltam egy 1 Hz-es PWM-es hangszóró meghajtó áramkört. Nem egy művészi rajz, de a PWM jelképzés nagyon jól megmutatja. Egy komparátorba bevezetünk egy hangjelet, ez most ez a színuszjel jelképezés, egy, hát ez nem annyira szabályosra sikerült, de egy szabályos háromszög jelet. Na most a háromszög jel most itt esetünkben nem olyan szép PWM változást mutat, de lehet látni, hogy a keresztezési pontjai a háromszögnek és a bemenő színusznak egy-egy négyszögjel váltást eredményez, és így lehet látni, hogy a negatív tartományban, amikor benne van a színuszjel, akkor vékony impulzusok vannak, amikor a pozitív tartományban van, akkor vastagok, és egyértelműen, ha több háromszög lenne ebben az időtartamban, magyarul sűrűbben lenne a háromszögjel, tehát magasabb frekvenciája lenne a háromszögjelnek, akkor sokkal sűrűbb kis négyszögjel változásokat látnánk, és sokkal szabályosabbra le lehetne hozni azt a színuszjel feszültségváltozás, sokkal több apró kis négyszögjel és annak a szélesedése látszana itt, hogyha megrajzolnánk, meg a pozitív tartományba ki szélesedést jobban leképezni. Itt lehet látni azt, hogy nem csak hát egy színuszjel változásra 1, 2, 3, 4, 5 háromszögjel, tehát egy teljes hullámra 5 háromszög váltás történik, ez úgy karcsú, alapvetően a bemenő hangjelhez képest, mondhatni ez a mintavételezés frekvenciája, ez a háromszögjel, annak minimum a 10-szeresének kell lennie, tehát a legmagasabb frekvenciájú audiojelhez képest minimum 10-szeres frekvenciájúnak kell lennie a mintavételezésnek, hogy elég részletes legyen igazából a PWM jel. Magyarul, hogyha mi egy 20 kHz-es sávszélességű hifi erősítőt akarunk készíteni ilyen megoldással, akkor minimum 200 kHz-en kell működnie a PWM erősítőnknek és az alapfrekvenciájának. Amikor itt nincs színuszjel, hanem csak a háromszög van, akkor itt tök szabályos 50-50%-os kitöltésű négyszöget fogunk kapni a komparátor kimenetén. Alapvetően egy PWM erősítő ugyanúgy ellenütemű, mint az analóg társai. Akkor itt az elején itt a kis komparátorunk, és akkor annak a kimenetén ott a változó szélességű PWM jelünk, mert hogy van nekünk itt egy plusz távfeszültségünk, meg van egy mínusz távfeszültségünk, van ugyanúgy egy testünk, és lesz egy kimenetünk mindjárt. Ugyanúgy, ha jól megnézitek, akkor itt egy kapcsoló elem lesz, meg itt is lesz egy kapcsoló elem. Ezek ugye PWM-es erősítő akkor jó hatásfokú, hogyha nagyon kicsi a kapcsoló elemnek az átmeneti ellenállása, tehát nagyon jó fajta MOSFET dolgozik, tranzisztoros nem nagyon van, bár én csináltam, de az más kérdés. MOSFET-ek dolgoznak a PWM-es erősítő kimenetén, bele kell kössük a kis PWM jelünket egy olyan eszközbe, ami külön meghajtja a felső, és külön meghajtja az alsó fetet, amikor ezt a négyszögjelet akarjuk a kimeneten meglátni. Persze faltól falig a plusz távfeszültség és a mínusz távfeszültség között. Tehát itt egy ilyen néhány voltnyi feszültség változásból több száz voltnyi akár, mert 200-ról is mennek PWM-es erősítők. Feszültség változást akarunk a kimeneten látni. Na most onnantól kezdve nekünk külön kell meghajtsuk a felső,
kapcsolóelemet és az alsó kapcsolóelemet, hogy ilyen szép négyszöget lássunk a kimeneten. Ugye amikor a felső kapcsolóelem van nyitva, akkor vagyunk a tetején a jelnek, és amikor az alsó, akkor az alján vagyunk a jelnek. Ezek egymásra nem nyithatnak. Van is egy ilyen adat egyébként, hogy mennyi az a holt idő, amíg az egyik nyitva van, és megvárjuk, hogy elengedjen, azaz, hogy megszakadjon, lezárjon, és csak utána nyithat rá a másik. Ha egymásra nyitnának ezek a fetek, akkor egyértelmű, hogy a plusz és a mínusz tápfeszültség között folyna az áram, és a füst, ami működteti az eszközünket, ki is szállna belőle, szóval adott frekvencián tudják ezt elvégezni ugye nekünk a fettyeink, tehát nem mindegy a kimeneti végtranzisztorunk, végfetünk, hogy milyen frekvencián tudjuk őt használni. Vannak persze ilyen adatai neki, amik ezt meghatározzák, hogy meddig mehetünk föl a kapcsoló frekvenciába az erősítőnek, és annál részletesebb lesz, meg annál jobb lesz a frekvencia tartomány, amit átvisz, de a minimum a 200 kHz, amit ilyenkor tudnia kell. Nos, ilyenkor a kimenetünkön ott van ez a szép nagy PWM jel, és ebből kéne nekünk képezni valami átlagot. Na erre való az, hogy fogjuk és ferrit magas tekercsen átküldjük, és rakunk rá párhuzamosan egy kondenzátort, és mint az előbb, ahogy elmondtam, ez fogja az átlagot képezni, és ki lesz az, aki állandóan süti a kondenzátorunkat kifele, hát a hangszóró. Jó, megnézitek, ez a komplexum bizony, ez fix. Nem véletlenül van autóerősítőknél meghatározva például, hogy hány ohmos hangszórót kell rákötni. Nincs olyan, hogy 4-től vagy 2-től 16 a fenét. Ha azt mondják, hogy 4 ohmos, ha azt mondják, hogy 2 ohm stabil, akkor 2 ohmnyi hangszórót kell rákötni, mert ez a komplexum itt nagyon fontos feladatot lát el. A kondenzátorunkat, amiben állandóan töltjük bele valamilyen irányból a feszültséget, vagy a mínuszt. Tehát vagy a negatív távfeszültséget töltögetjük bele a kondenzátorba, vagy a pozitív távfeszültséget töltögetjük a négyszögjel ütemében bele a kondenzátorba, azt onnan ki kell sütni, és ezt bizony a hangszóró végzi el. Tehát ezt a komplexumot ne változtassuk meg, ha megvan adva, hogy hány ohmos hangszórót kell rákötni, azt akkorára használjuk, és akkorát kössünk rá, mert számít. Sajnos főleg a nagy teljesményerősségnél, főleg az autóerősségnél számít, úgyhogy nagyon figyeljünk oda, ezt az LC szűrőt nem véletlenül méretezik akkorára, amekkora. Van, azt mondom, mezei kis hifi audioerősségnél, amik vannak annyira képlékenyek, hogy megadják, hogy 4 vagy 8. De ennél többet és ennél kevesebbet ne kössünk rá, kevesebb azért sem jó, mert akkor dupla áram folyik a kimeneti fettyeinken, és általában azt sem viselik csak úgy el. Ha van bennük védelem, akkor mázling van és lekapcsolnak. Ha nincs benne védelem, akkor nem kapcsol le, hanem elfüstöl. Ha meg nagyobb impedanciájú hangszórót kötünk rá, nem folyik akkor áram kifele a hangszóró felé, de ugyanúgy a kondenzátorunkat töltögeti, sütögeti, az meg azért nem fog jót tenni neki. Úgyhogy a PWM-es erősítőkben mélyebben nem akarok belemenni. A Hobby Elektronika fórumon komplett topikja van a PWM-es erősítőknek, azt nyugodtan olvasgathatjátok, ott nagyon jól le van írva nagyon sok tulajdonsága mindegyiknek, én építettem már nagyon sokat, a kék koffer erősítőben ugye egy Iraudamp 7-es van, a kis koffer erősítőben egy TDA-s PWM-es kapcsolóüzemű végfog dolgozik, és amit meg fog nektek majd mutatni, TDA 7480-as IC, egy nagyon régi PWM-es erősítő a Thomson-tól, és bizony ez már 98-ba, ez a datasheet 98-as, tehát ez akkoriban már megjelent, ez az IC is dolgozott. Ez egy 10 wattos kimenő teljesítményű, ráadásul 8 ohmon, 10 wattos kimenő teljesítményű ellenütemű mono class D amplifier, tehát egy D-osztályú erősítő. Én ezt megtuningoltam annó, nagyon sokat foglalkoztam ezzel az IC-vel. Ugye az a baj vele, hogy a távfeszültség az fix. A kimenő árama is fix. A távfeszültség annyira fix, hogy 2x20 voltról megy maximum, és annyit nem is nagyon szeret. 2x15 az úgy oké neki, 2x16 az üzeméje így van, de max 20, ott a 20, tehát a abszolút maximumnál így van 2x20, de az üzeméje 2x16. Innentől kezdve elég korlátozott hol van. Hatásfoka 85% egyébként, egy nagyon jó kis IC, és ez egy dual inline, tehát egy dilt-okozású kis IC, mindenféle hűtőfelület nélkül. Lényeg az, hogy 8 ohmon szeret dolgozni, és 8 ohmon tudja
a 10 wattot a kimenetén, és sajnos nem lehet nagyobb távfeszültségről üzemelni, a kimenetén gyönyörűen ott a szép négyszögjel. Erre most jól nézzetek rá, nincs rajta most sem a kimeneti szűrőtagból a tekercs, sem a kondenzátor, egyébként itt helyezkedtek el, ez már megvan most egy kicsit változtatva, most csak a négyszög jelét használtam utoljára, és azzal sorban van védeni egy 7,5 ohmos ellenállás. Viszont itt láttok még 4 darab tranzisztorok, Darlington tranzisztorok, máshol használták ezt a módszert, de tápáram vezéreltbe meg tudtam egy kicsit erősíteni, de csak árambírásban ezt a kis erősítőt a táp körével, mind a plusz, mind a mínusz tápágával sorba kapott egy-egy ellenállás, és arra az ellenállásra párhuzamosan kapott egy tranzisztor bázis emittert, és amikor valamelyik ágon folyik az áram, tehát kifele az IC-ből is folyik kifele az áram, tehát terheljük, akkor azon az ellenálláson feszültség esik, és kinyitja azt a tranzisztor párt, amelyik azon az ágon van, és besegít a kimenetbe a tranzisztor. Igazából onnantól kezdve nem az IC-n keresztül folyik kifelé a nagyobb áram, hanem a tranzisztorokon át. Ennyit tudtam csak tuningolni rajta, árambírásban meg tudtam növelni. Ezek ilyen, nem tudom, vagy 10 amperes BDX-es Darlington tranzisztorok, ezekkel szerintem bőven amperek fölé tudtam menni a kimeneti árammal, az a baj, hogy ezzel is max 4 ohmig lehetett lemenni, vagy akár 2 ohmig lehetett lemenni, de ott meg már a kimeneti szűrő tekercsel volt bajom. Lényeg az, hogy most ez meghajtó áramkörnek nagyon tökéletes, egy PWM áramkörnek nagyon jó, alapvetően 200 kHz-en dolgozik, a minimum a 100, maximum a 200, nekem majdnem 200-on megy, ha jól emlékszem. Ilyen frekvencián már elég jól el lehet dolgoztatni egy ilyen masinát, tehát mondom, ez meghajtó áramkörnek nagyon jó, benne van ugye a PWM jelképzés, tehát a komparátor belül van, a háromszög alapfrekvencia generátora mindene, ez szimmetrikus 15 voltról a kimenetén, közel távfeszültségnyi pozitív és negatív tartományú négyszög jeleket, PWM jeleket ad, és ez lesz a következő videónak az egyik nagy játékosa, és ami még szerepelni fog a következő videóban, az pedig egy inverteres hegesztőnek a H-hídja. Remélem, hogy elkezdtétek gondolni, hogy ez mi lehet, és ebből mi lesz. Ez egy H-híd, IGBT-kkel, azt hiszem nem is nagy feszültségű MOSFET-ekkel. Ez egy gyönyörű szép transformátor csatolt H-híd. Transformátor csatolásnak az a jó oldala, hogy a meghajtás, ha tönkre is megy például egy inverteres hegesztőbe, akkor a végfetek vagy vég IGBT-k nem mennek tönkre, mert a transformátoron túl vannak hajtva, tehát a transformátorra kapcsolunk egy négyszögjelet, és van neki 4 darab kimenete, 4 darab tekercse, egyesével, persze védő tagokkal ellenálláson diódán keresztül megy rá egy-egy IGBT-nek vagy FET-nek a gate source lába közé, magyarul a bemenő jelet szépen szétosztja a megfelelő FET-eknek, megfelelő IGBT-knek, és így meg tudjuk azt tenni, hogy egy szál bemenő négyszög jellel, akár híd kapcsolásban egyszerre vagy ezt a kettőt nyitom, vagy ezt a kettőt nyitom, és mindig a másik kettőt lezárom. Tehát egy híd kapcsolást hoztam létre négyszög jelhez. Egy szál transformátorra, persze ennek a transformátornak van egy átvihető frekvenciája, meg egy olyan frekvencia tartománya, ahol jól dolgozik. Ezt a frekvencia tartományt kell megtalálni, én ezt már megtaláltam, és mellesleg nem áll távol ennek a kis PWM-es erősítőnek az alapfrekvenciájától. Na most, ha sejtettétek, ha nem, ezt a két eszközt a következő videóban én össze fogom kötni, és meg fogom mutatni, hogy mire jó így egy inverteres hegesztő H-híddal egy PWM-es erősítő. Úgyhogy tartsatok velem a következő videóban is, mert valószínűleg érdekes lesz. Ez a PWM-es rész most ennyi lett volna, konyhanyelv folytatódik, viszont a következő részeknek az alapja a PWM, meg nagyon sokszor fog még előkerülni, úgyhogy mindenképpen ezt a részt le akartam így ezek előtt forgatni. Most ennyit hallhattatok a impulzusszélesség modulációról, de fog még előjönni, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!